Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Önök a TV Eger heti sport összefoglalóját, az Agria Sportot látják. Ma egy kicsit rövidebbek leszünk a megszokottól, hiszen csak két bejátszásunk van. Az egyik a szokásos hétvégi összefoglaló, a másik pedig hát nem csak hétvége, hanem a hosszú hétvége eseményeit foglalja össze. Férfi vízilabdás szempontból, ugyanis a Cetefeger csapata egyrészt szerdán este játszott egy rangadót a Szolnok ellen, hazai környezetben, és rögtön utána szombaton a Honvéd következett. Két komoly, erős mérkőzés. Az egyik sajnos hát nem sikerült, tehát vesztett az Eger, ez a Szolnok ellen volt, a másikat viszont a Honvéd ellen itt sikerült megnyerni. A két találkozó összefoglalója következik. A férfi vízilabda OB egy harmadik és negyedik fordulója összecsúszott az egrieknek, mivel az előbbiben érdekelt Szolnok BL selejtezőt játszott, ezért az ő mérkőzésüket későbbre, szerdára csúsztatták, míg a Honvéd elleni derbi eleve szombatra lett tervezve. Így két rangadó várt Dabroszky Norbert és Petrovai Márton csapatára az elmúlt héten. Az egrieknél a szakvezetők változatlanul nem számíthattak Háraira és Birosra, akik műtét után még nem voltak bevethető állapotban. Míg az UVS-e ellen 4 perces kiállítást kapó Erdélyi Balázs 2 meccses eltiltását töltötte ezen a két találkozón. A másik oldal viszont mondhatjuk azt, hogy felszálló ágban van. Második helyen jutottak tovább a BL-ben, és addig mindkét bajnoki találkozójukat megnyerték a Szentes és a Vasas ellen. Egri részről a Kaposvár legyőzését az UVS-e elleni döntetlen követte. Még egy dolog miatt feltétlen ráillett a rangadójelző erre a mérkőzésre. A két tavalyi döntős összecsapásáról volt szó. Finoman fogalmazva is bealudt az elején az Eger. Az első negyed után 0-3, majd a folytatásban összesen 13 perc játék után már 4-0 volt a Szolnoknak. Ekkor jött Milos Csuk találata. Szenvedett az Eger. A harmadik negyed elején már 6-1-re is vezettek a tiszapartiak. Ezután viszont elkezdett kapaszkodni a hazai csapat. Többször állt a játék. Szívóst például azért nem engedték játszani, mert felrepett a szemhéja. Keményebb lett a játék, miközben Csuk, Wapenski és Bedő góljaival feljöttünk 8-5-re. Ekkor az utolsó negyed elején Zsivko Gocsicsot szándékos ütésért 4 percre kiállították. A büntetőt Csuk belőtte, 8-6-ra feljött az Eger, sőt, 2 perccel a vége előtt Wapenski egyenlített 8-8. Még egy-egy gól született mindkét oldalon, majd 19 másodperccel a vége előtt a vendégektől Stefan Mitrovic vette be az egri Branislav Mitrovic kapuját. Szívós utolsó másodperces lövését Dekker még védte, így nagy csatában 10-9-re nyert a Szolnok Egerben. Nagyon örülök. Mindig nagy dolog győzni Egerbe, főleg ilyen körülmények között, de tartom ugyanazt, amit mondtam a meccs előtt, hogy ez nem volt egy sorsfordító meccs, tehát nem kell túlértékelni, viszont mind a két csapat olyan fázisban van, hogy egy ilyen siker az nagyon-nagyon jót tehet neki, és hát ez most nekünk szerintem jót is tett, egyszerűen jó érzés. Na és itt ez a 4 perces kiállítás a környékén, amikor történtek, azt hogy láttad odakintről? Nyilván máshogy fogalmaznék, hogyha kikaptunk volna. Nem tudom, hogy mi volt, nem láttam. Azt láttam, hogy a Zsivko háttal van az ő emberének. Még az is lehet, hogy visszakönyök, hogy tényleg nem láttam, de egy olyan meccsen, ahol előtte 3 vérző játékos volt. Nálunk 2 az első 2 percben ezt úgy nehéz lett volna elviselni, ha miatt kikapunk 8-5-ről. Át kellett variálnunk a játékot, az elején a támadó játékot, ezzel meg volt a célunk. Be kellett látni az első negyed közepére már, hogy nem megy, a faltok elosztása se sikerült. Jönet kezdve borult a dominó, de én nagyon-nagyon örülök, mert a 4 perces kiállításig azért megmutatta a csapat az erejét. Én úgy gondolom, hogy 1-6-ról nem a 4 perces forral. Azzal lett csanszunk, hogy meccsbe, hogy pontokat szerezünk, de a 6-6 elleni játék is onnan feljavult 1-6-tól. A két szerb játékos Csuk és Wapenski 3-3 gólt és a lelkesedést tette be a közösbe. Terrible, horrible.
Szörnyű, horrorisztikus, érdekes, esetenként lenyűgöző volt ez a meccs, de amit már mondtam korábban is, most is fenntartom, a szezon kezdettel kapcsolatban. Ez egy új csapat, sokan távoztak és sokan jöttünk. Kell egy kis idő, mire megismerjük egymást, erre most hiányzott három meghatározó játékosunk. Az a fajta mentalitás kell még, amitől igazi csapat leszünk. Lőni, passzolni, a taktikát megismerni, mindez megtanulható. De egységes csapatként egymás apró rezdüléseire is figyelve, ehhez még kell egy kis idő. Ha ez nincs, akkor nehéz előre haladni, és egyre több akadály lesz előttünk. Fiataloknak, időseknek egyaránt meg kell ezt érteniük. Az viszont biztató, hogy az 5 gólos hátrány ellenére nagyon jó utolsó 2/4 játszottunk. Emiatt egy kicsit elégedett is vagyok, de az összképen az első 2/4 többet ront, hiszen ez valóban szörnyű és már-már horrorisztikus volt. Ezen kellene változtatni. Biztos vagyok benne, hogy ha a csapatkapitányunk Bíros Peti, az első számú centerünk Hárai Balázs és Erdély Balázs is játszhat majd, akkor ezek az első 2/4 nem így alakulnak. Azért azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a Szolnok Európa legjobb 5 csapata közé tartozik, mégis megszorongattuk őket. Ne érts félre, azt sajnálom, hogy kikaptunk, de ilyen a vízilabda. Egyszer te nyersz, máskor az ellenfél. Milyen jó lett volna, ha Egriként első hazai mérkőzésemen a csodás szurkolóink előtt győzünk. Most nem jött össze, de ugyanúgy megtapsoltak minket a meccs után, pedig kikaptunk, de talán ők is érezték, hogy nem adtuk fel. Az utolsó pillanatig mentünk előre, próbáltunk javítani. Sok idő nem volt a sebeket nyalogatni, hiszen 3 nap múlva jött a Honvéd elleni újabb rangadó. A veszélye az a Honvéd meccsnek, hogy ettől féltem, hogy egy nagyon-nagyon szoros mérkőzés lesz, és ha megnyeri az ECS egy csapat, akkor hullafáradtan egy Honvéd ellen elviszi talán a lendület. De így ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog lesz a Honvéd ellen, hogy végig küzdöttük így a mérkőzést. Ez egy nagyon-nagyon nemes cél lesz, meg feladat, hogy ezt a Honvéd meccset behúzzuk így itthon. Kötelező. A szombati mérkőzésen Egri oldalon nem volt változás. Bíros és Hárai a lelátón, Erdély beírva a jegyzőkönyvbe, de ezzel a meccsel töltötte le 2 találkozóra szóló eltiltását. Most az Eger kezdett jobban. Milos Csuk 2 találatával, 3 perc alatt 2-0 volt a hazaiaknak. Ennek ellenére mégis a Honvéd nyerte az első negyedet, az agilisan játszó Szőke Szabolcs, Fülöp Bence és Simon Adrián találataival. A második negyedre is maradt még Csuk gól, de Hosnyánszki és Wapenszki is beköszönt, míg Mitrovics lehúzta a rollót, vagyis 5-3-as egri vezetéssel fordultak a csapatok. Szívóséknak mindig volt válasza a Honvéd találatokat követően, sőt, az utolsó negyedben már 4 gól is volt az előny. Az utolsó találat Steinmetz Barnabásé volt, így 10-7-re nyert az Eger. Először is gratulálok az Egernek, ahogy kell, úgy végezte a dolgát. Amikor lehetőségük volt, abban a pillanatban kihasználták. Sajnos mi, amikor lehetőségünk volt, nem tudtuk kihasználni, de hát ez ugye fiatalság, csapatépítés, majd elérünk-e arra szintre. Ez volt a Szolnok meccsnek az egyedüli pozitívuma, hogy azt megmutattuk, hogy nem adjuk fel, és hogy hogyan tudunk játszani, hogyha baj van. Hát tényleg nem csak ismételgetni akarom magamat. Én egy dologra vagyok büszke, ha valaki árgus figyelő szemekkel megnézi, hogy ezeknek a nehézségeknek ellenére, ahol tartottunk meg a meccsképét nézve, a negyedik negyed elején szerzünk egy labdát, és olyan ritmusban megy fel a 6 játékos, mint ha akkor kezdődött volna el a meccs. Ez már nem fizikum kérdése, meg edzés elmélet, hanem ez egyszerűen szív. Úgy gondolom, hogy vitte őket előre a szívük. Nagyon büszke vagyok rájuk. Az 5. fordulóban a másik, még veretlen csapat, vagyis az OSC következik, méghozzá idegenben, a fővárosban, csütörtökön 17:45-től. A mezőnyben jelenleg 200%-os csapat van, a Szolnok és az OSC. Az Eger jelenleg az 5., a már említett 2 csapaton kívül a Kaposvár és az FTC előzi meg Lőrincéket. Vízilabda szempontjából igen sűrű volt ez a hétvége, hiszen például a Honvéd meccs után azonnal játszott a női OB1-es csapat, ők a Kecskemétet fogadták. Na de ezen kívül is volt még nagyon sok esemény, egri érdekeltségű mérkőzés, úgyhogy van is miből válogatni a hétvégi összefoglalóban. A
női vízilabda OB1 alapszakaszának harmadik fordulójában az alsóházhoz tartozó Újonc Kecskemét együttesét fogadták az egri lányok. Az előzetes elvárásoknak megfelelően magabiztos 21 gólos egri siker született. Ráski 8, Cigány 7 találatig jutott. Legközelebb november 8-án játszik a csapat, akkor a 8. UVSM Margit Sziget együtteséhez látogatnak az egriek. A főiskola női kézilabda csapata második vereségét szenvedte el méghozzá hazai pályán, a Nyíradony ellenében. A vendég szabolcsiak a mérkőzés végén vették át a vezetést, amit egészen a lefújásig meg is tartottak. 30-29-re nyert a Nyíradony. Vasárnap Abonyban javíthatnak az egriek. Hét forduló után is 100%-os a férfi kézilabda NB1B-ben az SBS Egger Eszterházi. Rosta István együttese ismét idegenből, ezúttal Ózdról szerzett nagyon fontos két pontot. A végjátékban ismét csak egy góllal jobbnak bizonyult az Eger. A férfi kézilabdázóknál jövő hétvégén szünet lesz, így a következő mérkőzés időpontja november 8-a, amikor az Algyő vendégei lesznek halászék. A női floorball OB 5. fordulójában 4. mérkőzését játszotta az Eszterházi Meise Tigger-Eger együttese. Az előző forduló Neumann Pillangók elleni összecsapását ugyanis november 23-ára halasztották a csapatok. Most a Phoenix együttesét fogadták az egriek az Eszterházi csarnokban. Az első harmadban végig az Eger ment az eredmény után. A második játék részben 3-3-nál sikerült megállítani az ellenfelet, majd a záró 20 percben már csak egri gólok születtek méghozzá 3, így 6-3-ra nyert az Eger. Az egri lányok legközelebb november 16-án Komáromban játszanak. A férfi kosárlabda NB1B harmadik fordulójában a hazai pályán egy jól ismert ellenfél, a budapesti Honvéd volt az EKF Eger KOK ellenfele. Az előkészületi mérkőzéseken inkább a fővárosiaknak ment jobban, és eredményesebben a játék, most viszont az egrieknek. Mátéék 11 ponttal győztek riválisuk ellen. Egy hét szünet után, november 8-án a tehetséges fiatalok Budapest lesz az ellenfél idegenben. Három mérkőzés, 3x0-3 egri szempontból. Az NB2-es női röplabda bajnokság harmadik fordulójában ismét csak 3-0-ra kapott ki a Vix Agria RC Eger, ezúttal a Honvéd Zrínyitől. Bár javuló játékot mutatnak az egri lányok, a szedgyőzelem és mérkőzés megnyerése még nem sikerült. Pénteken a Szolnoki Sportiskola következik idegenben. A labdarúgó megyei másodosztály 12. fordulójában az Erdőtelek csapatát fogadta a lista vezető Egri Sportcentrum együttese. A szerényebb képességű ellenféllel szemben 6-2-re nyert az Eger, ezzel változatlanul 3 pont előnnyel vezetik a mezőnyt a második Visonta előtt. Szombaton 13:30-tól Poroszlón játszanak Csohányék. A labdarúgó megyei negyedosztály 11. fordulójának találkozói közül kiemelkedett a szomszédvári második csapatok, vagyis az Andornak tája és az Egri Sportcentrum találkozója. Bár az első gólt az egri Nyilas László lőtte, a hazai Andornak tájai együttes válaszként 6-szor talált be az egrieknél szükségmegoldásként kapusmeszt húzó Pintér kapujába. László a 90. percben a 6-2-re módosította az állást, de a ráadásban Bajzát még betalált, beállítva a 7-2-es Andornak tájai győzelmet hozó végeredményt. Szombaton Recsken játszanak az egriek. A tekések a 8. forduló mérkőzéseit játszották, ez a hétvége most újra a győzelmekről szólt. Az NB1-es Vilati Eger a székesfehérvári Köfém együttesét fogadta és nyert 6-2-re, míg az NB2-es Széchenyi SC a budapesti Olajos TK együttesét verte nagyfölénnyel 7-1-re. A tekéseknél is szünet lesz a következő héten, itt csak november 8-án, 9-én lesz újabb forduló.
Kedves nézőink, ez volt az Agria Sport, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ismét. Addig is a viszontlátásra.